Tényleg nagyon durván fáradtak vagyunk, de tudjátok, hogy milyen nagy szenvedésen mentem át. És bár lassan oda fogunk érni, ennyi ide jövünk már. Ott a tábla! Sziasztok srácok, ebben a videóban át fogjuk sétálni egész Budapestet keresztben. A terv az volt, hogy ezen az útvonalon átsétáljuk egész Budapestet egy nap alatt. Ja, bocsánat, a YouTube-on vagyunk, azaz 24 óra alatt. Közös megegyezés alapján úgy döntöttünk, hogy Budapestnek az egyik legkeletibb részéről fogunk indulni, azaz a Zsigmond utcából. És a Zsigmond utcától egészen el fogunk gyalogolni Budapestnek a budai határához, a Hidegkúti útnak egy bizonyos részéhez. A videóban egész végig sajnos rosszul mondtuk a kilométert, mert nem 34 kilométer volt az út, hanem 39. És akkor kezdjünk is bele az izgalmas kalandozásokba. És hivatalosan is elindult a timer, ahol mérni fogja az időt. Valamiről nem látszik. Nem baj, itt az a lényeg, hogy 10.34-kor kezdődött az egész. Igen. És valószínűleg 7 órás út lesz, szóval de nem fogjuk szokni a faszt. Szóval kemény lesz, kemény út lesz, de megcsináljuk. Ja, és Solymárról fogunk kikötni, ezt talán még igen, el kell mondani. Solymár. Na zsamú. Behet. Megérkeztünk az első sarokig. Már most nagyon fárasztó az út. De megcsináljuk. Nem fordulunk vissza. Kemények vagyunk. A testvérek összefognak. Ezekkel a cigókkal vinni a gondolat. Hogy fenntartsuk a vidám hangulatot, ezért most énekelni fogunk séta közben. Hey ho, hey ho, hey vándorolni jó. Amúgy fogalmam sincs, merre megyünk. Nem tudom az útvonalat. Amíg Buda fele mész, addig jó vagy, nem? Addig jó, igen. Drága fivérem, a nagy Matt, a TikTok sztár elfelejtette bemutatni a résztvevőket, de nem baj, nekem van még modorom. Na mindegy, itt van nagy Matt, itt van nagy Matt barátnője, és itt van nagy Matt öccse. Szóval most az a helyzet, hogy ketten biztos, hogy teljesíteni fogjuk, és nagyon kemények leszünk, és egy valaki meg fél úton feladja. De nem baj, majd Dórival beérünk a célba, Máté, majd megvársz ezt honnan. Srácok, hogyha nem éhelném túl, akkor szeretnék üzenni anyának, apának, valamint a szüleimnek. Egy óra 18 perc élünk már, most értünk ide Rákos mentére, vagyis a helyiek úgy hívják, hogy Elág, és összesen 6,38 kilométert jöttünk, szóval kb. Egy semmit. 34 kilométer van összesen. És igen, most már nem vagyunk olyan pörgősök, mint az elején. Vagyis én legalábbis, szóval ja. Küldjétek az energiát a képernyőn keresztül. Mindenki tegye a kezét a képernyőre. És mondjátok ki, hogy bazdmeg Máté, meg fogod csinálni a kurva életbe. Elértünk a csodálatos étteremhez, ingyen reklám, nagyon szívesen. Az életmentő étteremhez, az meg kell. Ja, nem mentünk sokat, de meg kell állnunk. Viszont kajálni menet közben fogunk, mert el fogjuk veszíteni az erőnket, hogyha leülünk. Igen, meg azért viszonylag az idő is szorít, és nem nagyon kéne megállni. Hát igen, azért. Így is ilyen 7 óra lesz kb. Az egész út. Ja, estére oda kéne érni. Szóval baromi jót megisztünk, kurva sokan voltak, úgyhogy eljöttünk, nem megyünk be. Igen, most arra nem lesz idő, szóval beugrunk a Tesco-ba, ott összevásárolunk pár dolgot, és akkor mehet a menet. Zsömlesünkbe, aztán olcsóbban kijövünk. Máté, mutasd meg, hogy eszel. Itt van jó minőségi kaja. Na szóval az a helyzet, hogy már lassan 2 órája megyünk. Most már kezdem megérezni ennek a hatását. Kicsit elkezdett fájni a lábam. És már a többiek sem annyira fresh-ek, mint ahogy azok voltak egy órával ezelőtt. Szóval kezd megterhelő lenni, kb. Még 4-szer ennyit kell menni, szóval a végére nagyon túlván le leszünk merülve, vagy ki leszünk merülve, tök mindegy, de megcsináljuk. Értitek, megcsináljuk, srákjaim, testvéreim, értitek? Szóval, hogy szerintem én már tényleg kezdem megérezni ezt a gyaloglást.
van Dóri is. És mivel még valaki volt, de tényleg megcsináljuk, lesétáljuk az egészet. Srácok, valami szörnyen rettenetes történt Mátéval. Viszont túl van dolog tényleg. Hát, hogy is kezdjem el? Nehéz erről beszélni, de egy vízhólyag lett a sarkamon, és hát kiukadt, és gecire elkezdett fájni. Egy pillanatra azt hittem, hogy ott lesz vége a kalandozásunknak, de húha, de mégse. Most már nem is fáj. Is kibírod. Nem fáj annyira, és megcsináljuk, szóval. Hát igen, ez elég puncis indok lenne azért, hogy ezt abba hagyjuk. Szóval nagyon túlva akadályokat legyőztünk már. Hát. Szóval semmi nem állíthat meg. Semmi. Szóval Jászberényi úton tartunk. Mátinak vérzik a bokája, de kemény és nem adja fel. Vagyis a sokkal van végén. Árnyék. Na, túljutottunk kb. A felén. Megvan a 17 kilométer, még egyszer ennyi. Aztán most már tényleg nagyon durván fáradtak vagyunk. Milyen kis barátságos környéken vagyunk amúgy. Salgó-Tarjáni. Ez Salgó-Tarjáni utca. Véletlenül sem ijesztő. Ott találtunk a világ 8. csodája, egy Magyarország formájú törmelék. Hát itt tényleg, hogy igazi hazafi emberek élnek. Csak a hazafiak. Szitja magyarok. Ez az. Srácok, ne tudjátok meg milyen nagy szenvedésen mentem át. Mindegy, annyira lebutatom, mert még végén letiltja a YouTube. Jó kis véres hólyag volt, aztán odaraktunk egy jó kis alkoholos fertőtlenítőt, és ne tudjátok meg mennyire csípett az. De legalább. Kellett maradnom Benkulak a pulsiára, mert annyira fájt. Ami egy ing. Egy ing, tök mindegy. De nem baj. Igen, kicsit érdekes íze volt, mert lehet már nem volt kimosva pár napja, de mindegy. Hey. Aztán igen, de nem baj. Jó, értem, hogy punkbandába játszok, de azért ez sok. Így is csináljuk, srácok. Értetek a szitja magyarokért. Ideje nem vettünk fel semmit, mivel már igen, eléggé el vagyunk kenődve, de nem sokára Blahalújza térre érünk. Igen, most kevesebb felvétel születik sajnos, mivel csillag születik. Szóval igen, Blahán valószínűleg megpihenünk, az lesz a legnagyobb mérföldkövünk. Igen, ott egy nagyobb pihenő lesz, ja. Mert a kis szardara belintéz magának egy-két dolgot. Egy-két dolgot. Vagy csak egy dolgot. Hát megkajálunk. Megkajálunk aztán. Ja, meg pihizünk, stb. Jó lesz ez. Köszönjük a Blahalújza téri Mekiben. Mint látjátok, láthatjátok, nagyon el vagyunk kenődve. Egyszerűen borzasztóan fáradt vagyok. A lábam is nagyon durván fáj. De még hátra van 14 kilométer. És sikert bírni valahogy. Muszáj lesz. Mert elalszok, hogy mondva is ébren vagyok. Annyira azért nem vagyunk vicces hangulatunkban, mint induláskor, amikor még énekelgettük, hogy hely, vándorolni, jó? Most nincs hely, hó, most már hely, hó ellentétje van. Ennyi ide jövünk már. 25 kilométert megtettünk. Bassza meg. Most értünk a Margit híthoz. Mindjárt átérünk a budai oldalra. Mondom, már nincs sok halatra. Mindenkinek sok panasza van. Dóri majdnem hazament.
De mégse. 10 kilométer van hátra. 10 kilométer, az már tényleg nagyon nem sok. Ennyit kibírom, hogy már idáig eljöttünk. Mindenkinek a lába nagyon fáj, szenved mindenki, de megcsináljuk most már. Neked meg piros lett a fehér cipő. A fél cipőm kb. Piros lett. Lassan, de biztosan haladunk. Tényleg most már. Ez nagyon megviselt. Ezután nem fog felkelni, vagy 3 napig. Jó neked, én mehetek súlyba haza. Ja. Ő kis szaros, és már súlyba kell járnia. Megyünk fölfele a kellemes emelkedőkön. Teljesen kellemes, tényleg nem, egyáltalán nem rossz. Sőt, szerintem sokkal jobb, hogyha lefele mennénk. Sőt, legyen minél meredekebb, baszki. Tessék. Nem? Kérdés, ez számolva a parancs. Végre, ez az. Hát, ez hiányzott. Adalmú srácok, tényleg már nem kell sok. Körülbelül 4 kilométer. És odaérünk Solymárnak a határára. Beszélni sem tudok rendesen, mert már nagyon fáradt vagyok tényleg. A lábam is fáj. Dóri sem bírja annyira. Eddig sem tudtál, az lenne a változás, hogyha most már végre tudnál beszélni. Dehogy nem. Te meg az lenne a változás, hogy illatos lennél végre. Ez a faszod a faszod. Tényleg látszik, hogy ez itt a vég számunkra. De... Dóri... Tényleg nem kell már sok. Tényleg már csak 4 kilométer. De most már lassan oda fogunk érni, vagyis mindjárt a civilizált részhez, ahol élnek ebbeli lények. Kőbári úton vagyunk, és onnan már nem kell nagyon sok a Hidegkúti útig. Hát Máté már nem nagyon bírta a gyaloglást, úgyhogy Benkó felkapta, mert Benkó úgy pörög. Jó a seggen? Nem, de a cipőd nagyon tetszik, tiszta vér. Baj, már kibírod. Na srácok, már a Hidegkúti úton vagyunk, ahol azt jelenti, hogy már mindjárt Budának a határára fogunk érni, basszus. Nagyon durván fáj a lábunk, anyáik ideértek és Dórit felvették, mert ő már nagyon nem bírt, sajnos szegény. De megcsináljuk, basszus, mert tényleg már nem kell nagyon sok. Csak 1-2 kilométer, és az már semmi. Nem tudom, hogy kicsit pörgök, és akkor úgy nem tudom, hogy annyira nem fáj a lábunk. Utána tudom, hogy nagyon fog, de mindjárt odaérünk tényleg. Máté? Már alig bírsz járni, nagyon furán jársz, tiszta vér a cipőd. Az meg ez egy nagyon kemény család. Nem baj. Még keményebbek vagyunk, hogy megcsináltuk. Most már megint nincsen civilizáció, csak egy főút meg mi. De már olyan közel vagyunk a célhoz, hogy ez hihetetlen. Átsétáltunk egész Budapestet, bazd meg. Reggel 10-kor indultunk, és este 7 van. 40 kilométert mentünk, majd mindjárt megmutatjuk a statokat. Sőt, most! Bassza meg. Azért ez kemény. Mi van ott, bassz meg? Mi van ott, benzin? Ott a tábla! Te ott van a benzin, úristen, megcsináltunk. Mindjárt átnéztük, sőt, már valószínűleg átnéztük. A benzinkút a vége. Ha azt a spotot elérjük, megcsináltuk. A vonalában vagyunk. És most lesz a történelmi pillanat, hogy átlépjük. A történelmi pillanat, ott a Budapest tábla. És... Bum! Bum! Megcsináltuk! A testvérek összefognak, ezekkel a cigókkal mindig a gond van. A parti robban, mint egy atombomba, gangster a vér, itt az utca potlak. A testvérek összefognak, ezekkel a cigókkal mindig a gond van. A parti robban, mint egy atombomba, gangster.